Harmadik alkalommal rendeztek adventi vásárt Gesztelybe december 10-én, ahová a Mikulás is ellátogatott. Különböző kézműves portékával készültek a látogatóknak, többek között egyedi karácsonyfadíszekkel, különböző ékszerekkel, szörpökkel, levendula figurákkal és süteményekkel. Nem csak a szokásos termelői vásáron megjelenő árusok voltak jelen, hanem a település különböző intézményei is készítettek eladásra szánt árut. Gesztely község önkormányzata fontosnak tartja a közösségi programok szervezését, hogy a település lakói korosztálytól függetlenül együtt legyenek. Évről évre népszerűbbek az adventi rendezvények. Rengetegen látogattak ki családtagjaikkal, barátaikkal. Karácsonyi zenék szóltak a rendezvény ideje alatt, amelyre a legkisebbek táncra is pördültek. Gesztely község önkormányzata forró teával és kávéval kedveskedett a résztvevőknek. A piros ruhás jótevő is ellátogatott a településre a gyermekekhez. A Mikulás a standok között járva szaloncukrot osztogatott mindenkinek, akivel csak találkozott. A gesztelyi gyermekállom napközi otthonos óvodán a csoportos ovisai készültek műsorral, amelyben énekeltek és táncoltak a fehér szakállónak. A Mikulás és a település polgármestere Simon István is csatlakozott a gyermekek műsorához. A Mikulás a műsorban szereplő gyermekeknek ajándékkal készült. A második Rákóczi Ferenc megyei és városi könyvtár jóvoltából egy könyvet kaptak Vég Balástól, aki dedikálta is az ajándékot. A Szeretet Alapítvány pedig felajánlotta a gyermekek Mikulás csomagjait, amelyet szintén a jótevő adott át számukra. A többi gyermeknek pedig szaloncukorral készült.